Na hát üdvözlök mindenkit, így, sziasztok! Ilyen tájbemutató videó úgyis régen volt már, úgyhogy akkor most megragadva az alkalmat, meg hogy most itthon vagyok, akkor ezt a régi rádiós magnót én még mutatnám meg itt közelebbről. Ez egyébként nem a miénk volt, hanem ezt egy ilyen céges ilyen selejtezésnél sikerült megkaparintanunk, hogy nekik már nem kellett. Azt se tudták, hogy működőképes-e, és akkor ugye mondták, hogy hát hogy elvihetjük, ha nekünk kell, hát lecsaptunk rá, és egyébként működik. Hát ez egy ima dupla kazettás rádiós magnó, ugye nézzük a kijelzője. Hát ugye most nincs beállítva az időnként az órát mutatná, és egyébként itt ezek a nemöző gombjai, tehát ez olyan, hogy ugye azt hiszem, hogy három hullámsávot tud venni. Ugye ez a rövid hullámot, a közép hullámot, meg az FM-et, és ugye itt azt hiszem, hogy párat el is tud tárolni, tehát itt az első gomb az ugye azt hiszem, hogy ugye négy állomás a memóriába el tud tárolni, hogy azonnal hogy oda tud ugrani. Ilyen autorádiókhoz megfelelően, és ugye. És van ez a timer opció, tehát ez ilyen ébresztő funkció is van benne, hogy be van állítva az óra, akkor be lehet itt állítgatni, hogy mikor kapcsoljon be, és még rádiót, hogy magnót kapcsoljon. Mert még a magnóban nem vagyok biztos, hogy azt is tudja kapcsolni, mert az ilyen ez a régi mechanikus gombok vannak rajta, és gondoltam a hátulját is, mert érdekessége, hogy a hangszórók azok így azonnal, tehát ezek lecsatolhatók az oldaláról. Ezek, sőt, ugye akármilyen másikat is ilyen szabványos adlakozóval rá lehet kötni. Ez megszokott volt az ilyen nagyobb az ilyen magnóknál, meg egy jó hosszú mozikot is adtak hozzá, amikor messzebbre is el lehetett vinni a hangszórót, tehát az ilyen házi buliba, stb. Ez jól jöhetett, és itt van maga a rendszer. Itt a modellszámtól kezdve minden, ugye az a két négyzet az annak a jele, hogy a kettős szigetelése van. Tehát ugye műanyag az egész háza, tehát és ez működik, ugye az ilyen magnóktól megszokottan, ja, és egyébként itt vannak a hullámsávok. Ugye az FM az a rendes, ugye az FM sáv, amit neki is például 87,5-től 108-ig, közép hullám, és másik az a rövid hullám, tehát ilyen szabad Európát is lehetett vele hallgatni. Itt van még egy kapcsoló, az a, azt hiszem az van ráírva, hogy beat, beat out, off vagy on, az nem tudom mire való, úgyhogy azt talán ne is kapcsolgassuk, szerintem hagyjuk úgy, ahogy van. És egyet, akkoriban ez is megszokott volt, hogy csatolható, és ugye 6 darab góliát elemmel is működött. Tehát onnan jött a 9 volt, ebbe be lehetett adni 6 góliát elemet. Meg hát ugye ez ilyen, végén ez a gettó magnó stílus, hogy ezt így vállal lehetett venni, és akkor úgy vinni, hogyha góliát elem volt benne. Hát tényleg azért van is egy kis ujja, meg rendesen egy fogantyúja is van. Úgyhogy ezt csak a vállra vetve így lehetett magaddal hordozni is. És akkor nézzük, hogy bekapcsolja. Egyéb gombok, nézzük csak, tehát stereo, mono, ugye azt is lehet állítani, hát a high speed azt szerintem másolásnál érdekes, amikor kazettát másolsz vele, hogy tudod a dupla sebességgel másolni. Az a CRO2 metal az meg a szalagtípust jelenti. Hogy ezt ugye külön lehetett több bizonyos szalagot, igen, csak ugye itt a timer. Ugye lehet azt is kapcsolgatni. Az SBS az Super Bass System valami hasonló lehet, de igazából gyakorlati jelentősége nincsen, hogy bekapcsoljuk a rádiót. Jaj, itt a hangerőszabályzó. Hát ez most pont egyébként a Békéscsabai Rádió 1, a nem az országos, hanem egy ilyen helyi kezdeményezés, ami nagyon nem akarták a frekvenciát adni, aztán most már azon a szinte csak zene megy, meg hírek. De most már áthangolok a 94-re, oda Tomány Rádió van. Az biztos, hogy jól bejön, még ezzel is. Mert az itt van kb. 1 kilométerre az adója. De ez is már ilyen teszthalott állapotban a lévő rádió, nincs már rajta műsor, csak 0-24 órában zene. A többi beállítás nem tudom, hogy még ezzel lehet a frekvenciákat állítani meg a hercekkel, viszont ami érdekes még, hogy ugye van off, vagy a magnó. És ugye szokatlan módon az A egység, vagyis a bal oldali az, amelyik
ugye rögzíteni is tudná, ugye általában ez megszokott ilyen duplokozottás megoldásonál, hogy az egyik rögzít, a másik csak lejátszani tud. Na most itt a bal oldali az, amikor játszani, és látjátok, hogy ott van benne a felvevő fej. Az egyik, az a fényes, a kombinált fej, az vagy lejátszik, vagy felvesz, és a kis fekete mellette a törlő fej, nem tudom, mennyi látszik belőle. Annyi a lényeg, hogy ugye ott van a fényes, az a lejátszó, és akkor mellette is van a fekete, meg a törlő fej. És itt viszont ugye látjátok, hogy csak egy van. Csak egy fej van, amelyik lejátszani tud. Nincsen mellette törlő fej, de mindig az a fényes. Az vagy egy kombinált, ami felvenni és lejátszani tud, vagy... Ja, meg itt van ez a kazetta benne, amely ezzel ki tudja próbálni. Vagy pedig ugye, hát az ugye vagy csak lejátszani tud, vagy lejátszani, meg fölvenni, és attól függ, hogy éppen mi megy. Ugye, az csak nagyon drága magnó deckekben volt három fej, amikor külön volt egy lejátszó és külön egy felvevő fej. De hát így hétköznapi használatban gyakorlati jelentősége nem volt. És akkor jelenszik ré. És akkor most ugye működik a kazetta része is. Van pauze gomba, ez egy pillanatáj. Ugye lehet tekerni a szalagot. És van egy olyan funkció, hogyha megy a rádió, akkor kettőt egyszerre kellett lenyomni, és akkor jártjátok, hogy most akkor ugye felveszünk. Tehát a rádióból így lehetett fölvenni. És akkor most lenyomtam, és akkor most veszik fel a kazettára, mert a rádióba szól. Jártjátok, egy Samsung Magnóról van szó. Ugye, a másik kazetta egysége az csak felvenni tud. Akkor áttesszük ebbe. Na, víz bele. Ugye felvétel gomb ezen nincs, és ugye általában itt megvan a végén a leg, hogy ezt kell felvenni. Ja, meg van benne egy ilyen, hogy Continuous Play System, tehát be lehet azt állítani rajta valami gomba, hogy Ha lejár itt a kazetta, akkor indítja a másikat, a másik egységet. A high speed dubbing meg jelenti azt, hogyha kazettáról máshol vele az ember, vagy azt is tudja, akkor kétszeres sebességgel megy, hogy gyorsabban végezzen. Ezt majdnem minden dupla kazettás magnó tudta régebben. Azt nem tudja, ez még egy régebbi fajta, de akkoriban az elég fullos dolog volt, de hát, hogy ugye nem, a kazettát magától nem tudja megfordítani, tehát oda-vissza nem tudom, mindkét oldalt a kazettákat tudja játszani. Ezt meg kell kézzel fordítani, ilyenként ott van maga a fej, most talán jobban látszik, hogy a fényes a kombinált fej, mert mellette pedig az a kis fekete a zöldlő. Úgyhogy az a modern magnóban, bár már ugye ez az volt, hogy ez egy külön ilyen kis forgatható kis vaszkó volt ez a két fej, és akkor a lejátszás iránya megfordult, a másik irányba tekerte a szalagot, akkor a fejet is átfordította, és akkor így lehetett oda-vissza kazetta fordítás nélkül játszani. Egyébként ez ugye így működik, hogy a kazettának ugye mindkét oldalán lehet zene, tehát hogyha így megfordítod, akkor a másik oldalát is játszol, tehát ott is van valami. Ugye? Itt is van. És hogyha ha lejárt, hogyha az egyik orsóra föltekelte az összes szalagot, akkor vége volt, akkor volt az, hogy meg kellett fordítani. És ugye úgy tudom, hogy mindig volt a szalag elején. Na, hogy van ez? Igen, tehát itt van, itt lehet látni, ez a kazetta mindegy ki, hogy van egy nem mágnesezett bevezető szalag minden kazettán, ahova ugye nem lehet fölvenni. Most, hogyha nem fognám a másik kezembe a kamerát, akkor meg tudnám mutatni, hogy ez hogy működött régebben, mert... Mindjárt, majd akkor tekertetünk vele egy keveset. És akkor itt már van, tehát... Ez már a mágnesezett része a szalagnak, amire föl lehet venni. És ugye ez bármivel lesz egyébként egy ceruzával, vagy tollal is azért... jellemzően azért lehetett tekerni, hát nagyon gyorsan is. Főleg Vulcannél volt érdekes, mert ott a szalagtekerés az nagyon merítette az elemet akkoriban, és akkor így lehetett vele spórolni.
hogyha így fogtad, és akkor kézzel visszatekeredted ugye újat be, vagy egy ceruzát, vagy egy tollat oda be, és akkor azzal gyorsan át lehetett tekerni. Tényleg ilyen, hogy mutatom a hullámsávot is, amár a rádiónál van. Menj bele most. És akkor mutatok bent. És annyi baj van, hogy digitális kijelző, tehát a frekvenciát pontosan látod, hogy mit fogtál be. Ez a középhullám. És elvileg itt van a Kossuth rádió, csak a középhullám mondtam el szerintem már, vagy valamilyen nem fogja rendesen. Tehát az 540-nél van egyébként a Solti középhullámú Kossuth rádió adó. Ez onnan sugároz. Névleg szerintem még kedvesi funkció is vannak. 1350 kHz-en van egy szólnoki adó, ami aztán még működik. Ezt közelebb van, akarjuk azt befogni. De ez sem megy, viszont nézzük a rövid hullámot. Befog-e valamit? Mert a rövid hullámon nem igazán van már adás. Főleg ezzel most majdnem mondom, hogy az hány méteres rövid hullám. De hát itt sem valószínű, ezt nem nagyon használják semmi rövid hullámot, én tudom, hogy legalábbis a magyar adó már biztos nincs rajta. Nem is éri meg alkalmazni. Országos középhullámúból is már csak a Solti Kossuth rádió. Ja, FM sávon viszont van rengeteg. És ugye az a középhullámon nem is lehet sztereóban adni. És itt egy külön LED jelzi, látjátok, hogy megy a sztereóadás. Így hát akkor ők adag ennyi. Akkor nem más nem csinálni, és akkor kikapcsoljuk a sztereót. Ez vagyok az jelentőségával, és biztos, hogy van. Tehát ez az SBS inkább a basszust emeli ki. Jelenleg meg itt van egy ilyen equalizer, itt lehet még külön így állítgatni a hangerőt, meg a balanszal, meg azt, hogy melyik hangszóró szóljon inkább jobban, melyik oldal. Hát gyakorlati jelentőség ennek sincs. Ott van egy FM, ugye. És igazából ennyit lehet még plusz variálni. Hát ilyen zenéket is lehet vele a rádióból felvenni. Igen, erre is alkalmas. Régebben ugye főleg erre is használták ezeket, meg kaszetta másolása, meg erre a rádióból felvenni műsorokat, zenéket. Arra is tökéletesen jól működhet. És ugye működik a magnó része mind a két oldalt, meg a rádió része is. Hát még magnó kaszettát nem nagyon hallgat már az ember, de azért a rádió hallgatása tökéletes. Arra is használjuk. Hát meg az a hagyományos botantenna van hozzá. Ez ilyen teleszkóp antenna, egy kiúszható. Ez akkoriban megszokott volt, minden rádióhoz ilyen volt. És egész jó a vétel, plusz ezt lehet tuningolni, és egyébként bármilyen fémmel lehet hosszabbítani, és akkor mi tuningolni is lehet. Viszonylag egyszerűen. Hát jó, akkor ez ennyi volt az a kisben bemutató. Ezt jelőzhettem a adásból, felhoztam ide nektek, hogy megmutassam. Meg egyébként a rádió műsort is rögzítettem vele. Most így, hogy akkor ez ennyi volt, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!